Rendhagyó estet rendeztek a Móricz Zsigmond Színház művésztúdiójában. Az irodalombarátok ezúttal Lator László Kossuth-díjas költővel találkozhattak, akit az ismert műsorvezető Weiser Alinda kérdezett. A költő mesélt pályája indulásáról, arról, hogy milyen hatással voltak munkásságára József Attila versei. A nézők megtudhatták azt is, hogy a természeti képek a költő gyerekkorát idézik a verseiben, a gyakran megjelenő halálmotívum pedig a Leventeként megélt Brest-Litovszki hadifogolytábor hatása. Lator László úgy véli, annak ellenére, hogy mostanában versek helyett esszéket ír, mégis nagyon fontos számára az olvasókkal történő személyes találkozás. Felfedeztem magamba pedagógus hajlamot, amikor 1951-től gimnáziumban tanítottam, később egyetemen, és élveztem, hogyha meg tudtam érezni, vagy meg tudtam látni az arcokon, hogy figyelnek rám. Vagyis ez egyfajta, ha úgy tetszik, színészi, vagy akár komédiás hajlamnak is mondhatnám. A versekhez közel kerülni, az olyan fajta versekhez, amilyenek az én verseim, azt így nem igazán lehet, legfeljebb felkelthetjük az érdeklődést. De ahhoz, hogy egy verset, egy mondjuk, hogy modern verset a lelkünkbe, idegeinkbe fogadjunk, ahhoz el kell, és nem is egyszer olvasni. Az esten az irodalom a Borg művészetével is összekapcsolódott, ugyanis a közönség egy hegyaljai pincészet nemes nedőit is megkóstolhatta. Mindig örülök, hogyha a Borg kultúrának a fejlődése az valakiben párhuzamot szül, és más kulturális dolgokkal összekapcsolhatjuk. A különleges hangulatú estnek a szervezők tervei szerint folytatása is lesz majd a közeljövőben, amikor a kortárs irodalom kiemelkedő alakjaival találkozhat a nyíregyházi közönség.